Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Olvasom Isten igét a Jeremiás próféta 29. fejezetéből a következő képpen. Így szól a seregek ura, Izrael Isten, az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük, ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok, házasítsátok meg fiaitokat és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat, szaporodjatok és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben. Nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr. Jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül, és minden helyről, ahova szétszórtalak, így szól az Úr. És visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket. Eddig tart Isten igéje. Keresztény testvéreim, kedves tévénézők! Isten népe, amint láthattuk, fogságban van Babilonban, a mai Irak területén. Úgy 120 évvel korábban az északi zsidó törzseket elhurcolták, és ott a többi nép közé keveredve egyszerűen eltűntek. A kérdés csak az, hogy ugyanez történik-e vajon Juda törzseivel is? Van esély arra, hogy hazatérjen, ahogy ezt a próféták is hirdették? Alkalmazkodni kellene, vagy elrejtőzni, és még a bőröndöket sem kicsomagolni? Jeremiás mutatott egy harmadik lehetőséget a számukra. Isten népének növekednie kell, és környezete számára áldássá lennie. Kisebbségként egy pogány környezetben Isten melléjük áll, és jövőt ad nekik. A keresztények ma is ilyen kihívások előtt állnak. Polgárok vagyunk Isten országában, és mégis, testvéreim, itt élünk a Földön. Alkalmazkodnunk kellene? Lehetőleg ne legyünk feltűnőek, vagy rejtőzzünk inkább el a keresztény csoportjainkban? Jeremiás egyértelművé teszi, hogy felelősek vagyunk a mi társadalmunkért, mint fény és só kell megváltoztassuk a társadalmat. Keresztény testvéreim, mit gondoltok? Vajon mit lehetne ma tenni, egyházként, gyülekezetként, hívőként, a mi közösségünkért, országunkért, világunkért. Azt, hogy legyünk só és világosság a világ számára, most és mindörökké. Amen. Erős várom Istenünk.